A tabella 9. helyén álló Budapest Honvéd 2 labdarúgó csapata a kiesés jelentő 15. pozícióban található Paksi FC 2 otthonába látogatott az NB3 középcsoportjának 10. játéknapján. Az összecsapást a hazaiak kezdték jobban a Fehérvári úti stadionban lejátszott mérkőzésen, a 9. percben Adam Csek lőtt mellé. A folytatásban már kiegyenlített párharc zajlott a pályán, az első nagy vendéghelyzetre a 38. percig kellett várni, ekkor Kovács Nikolasz lőtt mellé egy zicsert. A 0-0-ás félidő után vendéghelyzetekkel kezdődött a második 45 perc. Előbb Mayer Milán közeli lövését védte bravúrral Borsos kapus, majd egy perccel később N'Gok próbálkozását hárította a paksi hálóőr. Az 53. percben Barta László járt közel a hazai vezetés megszerzéséhez, de közelről célt tévesztett. 4 perccel később egy kapitális védelmi hibát használt ki Pisont István együttese, Mayer Milán kíméletlenül értékesítette az ajándéklabdát. Ezután meddő mezőnyfülényben játszott a PFC 2, a látogató visszaállt és kontrázni próbált. A 70. percben Kovács Nikolász fölé mellé lőtt, majd egy perccel később Király Olivér vette be a paksi kaput. Imár 2 gólos hátrányban sem adta fel Tököli Attila egylete, a 75. minutumban formás támadást követően Vági rontotta el helyzetét. A hajrában már több említésre méltó esemény nem akadt, így a végeredmény Paksi FC 2, Budapest Honvéd MFA 2, 0-2. A zöld-fehér klub második számú csapata 10 fordulót követően 6 ponttal a tabella 15. helyén áll. Első félidőben is volt 2-3 olyan lehetőségünk, de ugyanakkor a Paksnak is volt 2-3. Jól mondtad, nagyon kiegyenlített volt, itt is lehetett, ott is lehetett. Második félidő ez a hiba meghatározta, úgy gondolom, látszott, hogy a Paks egy kicsit lezuhant, és mi ebből épültünk, majd utána jött egy szép második találat. Fontos volt ez számunkra, hiszen utóbbi időben azért pontokat szereztünk, és ezzel följebb tudtunk jönni, meg az egységét is. Szóval fiatal játékosaim vannak, kell nekik az önbizalom, kell a győzelem felé vezető úthoz, és ahhoz az önbizalomhoz, mert az eredményesség az meghatározza. És ez nagyon sokat lendít az ő játékukon, és ez, hogyha hétről hétre így szépen alakul, akkor én azt gondolom, hogy egy jó szezont lehet csinálni. Minden hétvégén ismétlem önmagam azzal, hogy egyéni hibákból, brutális, katasztrofális egyéni hibákból kapunk gólt. Vicc kategória, biztos én vagyok a rossz edző, vagy nem tudom, tehát ezt már nem tudom, hogy miért van ez, de ez hihetetlen. Tehát azt gondolom, hogy első fél időben volt két igen komoly zicserünk, 3 méterről se tudtunk betalálni, az ellenfélnek nem nagyon volt csansza, akkor rúgatunk velük. Onnantól kezdve ugye lélektanilag ez sose jó. Elment 10 forduló, én azt gondolom, hogy itt az idő le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat, és aki tud velünk jönni és tudja húzni ezeket, az jönni fog, aki meg nem, az nem. Ez ilyen egyszerű történet.